A play-out 5. fordulójában a szerbiai szuperligában a TSC női labdarúgói május 6-án Adorjánon meggyőző fölénnyel verte a Nisi Masinacot 8-1-re. Már az első percben megszerezte a vezetést Becsics Svetlana, aki később még egyszer megrázta az ellenfél hálóját. Kecmán Mina is két gólt szerzett, amelyhez 3 góllal Nagya Gyurgyevac, valamint Grujic Anna egyel csatlakozott. A játék utolsó másodperceiben a vendégek becsület gólját Milosavljevic Gyurgyina szerezte. A mérkőzés megkezdése előtt Kazi Zsolt klubelnök ajándékot adott át Szilusa Katarina kapitánynak, amit a TSC mezében 100 lejátszott mérkőzés alkalmából nyújtott át. Egy körrel a szezon vége előtt az adorjáni vereséggel a Masinac csapata megerősítette kiesését a Szuperligából. Május 2-án Adorjánon játszotta a kupa elődöntőjét a TSC csapata a belgrádi Crvena Zvezda ellen, amelyen 3-0-ra kikapott. Már egy picit könnyebben mentünk bele ebbe a mérkőzésbe, hiszen szombaton gyakorlatilag eldőlt a sorsunk. A Vojvodina a Radnicki-Kragujevac találkozón olyan eredmény született, ami számunkra azt jelentette, hogy bent maradtunk a Szuperligában, így most valóban nyomás alatt felszabadultan tudtak játszani a lányaink. Természetesen a mérkőzés előtt a győzelem volt a cél, azt is vártuk el a lányoktól. Mindenki arra is számított, tehát ekkora arányban azért nem gondoltunk, hogy nyerni fogunk, de azt hiszem, hogy ez egy szép lezárása volt a szezonnak, legalábbis hazai pályán, hiszen van még egy mérkőzésünk. Igen, egy picit azért is szurkoltunk, hogy szombaton a kragujevaciak ne nyerjenek Újvidéken, mert akkor lett volna még esélyünk az 5. helyre az utolsó fordulóban, így ez már meghiúsult, de hát számunkra ez az 5. hely nem is annyira fontos, az a lényeg, hogy sikerült bent maradnunk. Ugye rengeteg nehézséggel küzdöttünk ebben a szezonban, és hát ugye a végén most elégedettek lehetünk, hiszen bent maradtunk az élvonalban, és hát a kupában is ugye bejutottunk a legjobb 4 közé, úgyhogy mindent összevetve azt hiszem, hogy így a szezon vége felé elégedettek lehetünk. A szezon végén a szerbiai Szuperliga rájátszásának utolsó fordulójában a TSC Donja Trnavába látogat, ahol ellenfele a kragujevaci Radnicki lesz.